Jótékonysági futást, családi baráti programot szervez az Együtt könnyebb női egészségért alapítvány augusztus 11-én az erdei tornapályán. A rendezvénnyel nem csak saját, hanem mások egészségéért is tesznek a résztvevők, az alapítvány munkáját támogathatják, amely az endometriózissal küzdő nőket és családjaikat segíti. Köszöntöm a stúdióban Porkoláb Lászlónét, a projektvezetőjét, az Együtt könnyebb női egészségért alapítvány részéről. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen programot szervezzenek? Ugye elsőnek márciusban volt egy világnap szervezve Nyíregyházán, és szerettem volna, hogy ez tovább folytatódik, és hát egy alapítványnak nem könnyű a háttértámogatást megszervezni, és szeretnénk ugye a jövőben is ugyanígy a térségben megszervezni egy nagyobb rendezvényt akár, vagy kisebb rendezvényeket, illetve ugye a tini edukációt elkezdeni, és megmutatni azt az endometriózissal küzdő nőknek és családjaiknak, hogy nyugodtan kimozdulhatnak, ugyanúgy tudnak hétköznapi életet élni, és egy kis felüdülést abból a bánatból, meg abból esetleg a szomorúságból, ami éppen érinti őket, egy kis vidámság, egy kis feltöltődés érje. Mi az, amit támogatnak ezzel a résztvevők? Milyen tevékenységet vállalt fel ez az alapítvány? Maga az alapítványnak az elsődleges célja ugye maga a figyelemfelhívás az endometriózisra, illetve a segítségnyújtás a családnak és az érintettnek. Ezen kívül most nagyon nagy hangsúlyt 2018 óta arra fektet, hogy a tini edukáció országszerte elinduljon, hogy maga a jövő nemzedéknek már ne teljen annyi időbe a betegségnek a felismerése, illetve maga ugye ne károsodjanak főbb szervek, vagy akár a szervnek egy része se, és ne kelljen fájdalommal leélniük azt az 1-2-3 évet, amibe beletelik maga a diagnosztizálás. Hogyan próbálják elérni a tini lányokat, milyen felületeken keresik őket? Hát ugye, mivel modern korban élünk, ezért elsődlegesen Facebook, Instagram, ilyen közösségi felületek, illetve magának az alapítványnak van egy közösségi oldala, ezen kívül weboldala, ahol hiteles információk vannak, specialistákat tudnak ajánlani, ezen kívül van egy nyomtatott formájú kisokos, amit ugye személyesen át tudunk adni az érintetteknek, illetve van külön tini kisokos, ami tényleg a fiataloknak szólóan magyarázza ennek a betegségnek a tüneteit, illetve hogy milyen esetben forduljanak orvoshoz. Mik az eddigi tapasztalatok? Mennyire nyitottak erre a lányok? Nagyon kettős érzésem van ezzel kapcsolatban. Egyrészt borzasztóan nyitottak bizonyos tekintetben meg pont, hogy elérhetetlenek, vagy nehezen megnyithatók. Nagyon sok mindent már a közösségi oldalakra kitesznek, ami őket érinti. Azt mondja a világ, hogy nincsen tabu téma, pedig van tabu téma, maga a női létet is úgy kezelik. Egy menstruációs ciklusról nem beszélnek, magáról a menstruációt szégyennek élik meg, pedig ugyanúgy fel kellene vállalni, ugyanúgy együtt kéne ezzel élni, mint az, hogy kirakjuk, hogy mit eszünk, mikor, hol vagyunk, kikkel vagyunk, mert ez egy természetes folyamat. Mi az, amiben segíteni tudnak? Mi az, amit a tudomány ehhez már hozzá tud tenni a betegség okait feltárva, vagy a tünetek enyhítése, vagy egyáltalán a kezelésben hol tartanak? Maga a diagnosztizálás nagyon sok időbe telik, ezért is van az, hogy már súlyosabb állapotban diagnosztizálhatják a betegséget, de törekednek arra, hogy megtaláljanak olyan alternatív gyógymódokat is, amik segíthetnek az állapotjavításon. Ugye ez a mozgás, hogy mindenki megtalálja a magának a legmegfelelőbb mozgásformát, illetve az étkezésre hangsúlyt fektessen, hogy a vörös húst, a cukrot elkerülje, figyeljen arra, hogy mi az, amitől esetleg nem érzi jól magát, hogyha evett, mitől puffad, illetve maga a menstruációs ciklusnál figyelje, hogy milyen tünetei vannak, hiszen a fájdalmas menstruáció az nem normális, és erre is oda kell figyelnie, hogy mi az, amit esetleg ő még eltűr, vagy elbír viselni fájdalmat. Milyen okokat tártak fel elsődlegesen? Még ugye magát, az okát nem tudják, hogy mi váltja ki, próbálnak rájönni, hogy
mi lehet maga a betegségnek a kiváltó oka, azon kívül, hogy ugye a fejlődő világban nagyon sok impulzus éri az embereket, ugyanilyen lehet akár a stressz, vagy ugye az étkezéseknél már annyi méreganyagot beviszünk a szervezetbe, hogy nem lehet meggátolni, hogy minden tökéletes legyen, de hogy inkább mi főzzünk otthon, mi vásároljuk meg az alapanyagot, és ne gyors ételeket fogyasszunk. Milyen célokat tűzött ki az alapítvány abban a tekintetben, hogy ugye az edukációról beszélt, de hát nyilván az a cél, hogy minél hamarabb szakemberhez jussanak a fiatalok, hogyha bármilyen tünetet tapasztalnak. Tud-e ebben segíteni az alapítvány? Vagy egyszerűen csak azt mondja, hogy keresd fel a legközelebbi orvost, aki fellelhető maga a közeledben? Maga az alapítványnak a weboldalán találhatóak meg a specialisták, akit az alapítvány ajánl amiatt, mert hitelesek, tényleg időben megpróbálnak segítséget nyújtani, időben megpróbálják azt a megoldást megtalálni, ami a páciensnek megfelelő lehet. De ezen kívül mindenféleképpen olyat ugye elsőnek egy nőgyógyászt felkeresni, hogy nem-e valami más betegség áll a háttérben, de hogyha kiderül, hogy a tüneteinek lényegében nincs nagyobb oka, vagy nem találnak nagyobb okot, akkor fellelhető, hogy lehet, hogy az endometriózis áll a háttérben, csak még annyira nem ismert, vagy esetleg olyan orvosnál van, aki ugye nem tudja, mert egy fiatal lánynál nagyon nehéz a diagnosztizálása, hiszen jelenleg csak műtéti úton tudják ezt megállapítani. Így nincsen olyan orvos, aki ezt szívesen elvállalja, hogy egy fiatal lányt azért műtsön meg, hogy biztosra menjen, hogy ez a betegség áll a háttérben. Van-e arra kapacitás, hogy ezeknek a lányoknak a lelki egészségével is foglalkozzanak, hiszen egész biztos, hogy ez is ott van a háttérben? Hát ugye a lelki egészségnél azt tudnám mondani, hogy elsődleges a család. A családnak nagyon sok szerepe van ebben a betegségben, akár a későbbiekben is. Ezért is szeretnénk ugye maga ezen a jótékonysági rendezvényen a családokat elhívni, hogy együtt legyenek, mert hogyha kiderül, hogy egy anyukának a kislánya beteg, akkor ott az egész család megszenvedi, hiszen senki nem szeretné, hogy a gyerekét akár megműtsék, vagy olyan fájdalmai legyenek, amivel ők se tudnak mit kezdeni. És hát ott van egy kérdőjel, hogy nem lesz-e meddő, igen, vagy tehát, hogy lesz-e kisbaba később. Igen, ez a későbbiekben nagyon nagy kérdés, akár a párválasztásnál is, hiszen az endometriózis, mivel jelenleg csak tünetileg kezelhető és nem gyógyítható, ezért úgy választja meg az ember a párját, hogy ebbe támogassa. Csak mivel nagyon sok lelki teher, maga az elfogadás, esetleg, hogy nem lehet gyerekük, vagy a sorozatos műtétek, a sorozatos hormonkezelés által azért a női szervezet, a női viselkedés megváltozik, hangulatingadozás lép fel. Nem biztos, hogy a másik fél ezt jól tudja tolerálni, ami értető is ebből a szempontból. Ezért vannak olyan sajnos érintettek, akik ugye elválnak, vagy a párjuk elhagyja őket, és ezt szeretnénk elfogadtatni a férfiakkal is, hogy itt lényegében ez egy teljesen normális betegség, hogyha lehet így mondani, ugyanolyan, mint a cukorbetegség, hogy ezzel maga az érintett sajnos nem tud mit kezdeni, és hogy így kell elfogadni, így kell támogatni. Egyetlen utolsó és rövid kérdés, hol, mikor várják az résztvevőket? Augusztus 11-én az Erdei tornapályán várjuk. Hány órakor? Reggel 8 órától kezdődik a regisztráció, egészen délután 2 óráig lesznek gyerekprogramok, felnőtt programok, Előzetes jelentkezés nem szükséges. Előzetes jelentkezés nem szükséges, ott a helyszínen lehet rá regisztrálni. Porkoláb Lászlóné, sikeres rendezvényt kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy befáradt.